19 megye, 20 csapat, 40 diák. Nyíregyházán rendezték meg a 27. országos kerékpáros iskola kupa országos döntőjét. A felmenő szintű versenyt idén a Szabolcs-Szatmár-Bereng megyei balesetmegelőzési bizottság bonyolította le. A verseny célja, hogy már kisiskolás kortól, gyermekkortól elkezdjük a nevelést, a közlekedés biztonságra nevelést, hogy olyan felnőtteket neveljünk, akik tudatosan gondolkoznak, és úgy közlekednek. Egyre többen közlekednek az országban kerékpárra, sokan nem csak hobbiként, sportolási lehetőségként tekintenek a kétkerekűre, hanem ezzel járnak iskolába és munkába is. Ez a környezetvédelem szempontjából hasznos dolog, azonban még sok helyen a kerékpáros és a gépjármű forgalom egy aszfalt felületre kényszerül az úttestre, mondta el az ORFK közlekedés rendészeti főosztályának vezetője. A kerékpárosok nem tudnak olyan egyenesen közlekedni, mint ahogy azt az autóvezetők elvárnák, ebből pedig sok konfliktus adódik. Magyarországon évente több mint 1000 kerékpáros baleset történik, sajnos közülük jó néhány halállal végződik, ahogy említettem, ők azért komoly veszélynek vannak kitéve. Persze ennek is lehet csökkenteni a kockázatát, hogy olyan protektorokat viselnek, fejvédőt például, ami egy elesésnél is akár megmentheti az életüket, akkor ez a szám lényegesen csökkenne. És ahogy említettem, hogyha jobban vigyáznának saját magukra, ha nem bíznának vakon az autósokban, hanem mindig a saját maguk meggyőződése szerint közlekednének, akkor kevesebb baleset történne velük. A balesetek számának csökkentéséhez nagyban hozzájárul, ha kerékpárutak épülnek, ahol a biciklizők az autóktól elválasztva biztonságban közlekedhetnek. Ennek érdekében Szabolcs-Szatmár-Bereng megye is sokat tesz. Rengeteg fejlesztés van, amelyik már elindult, amelyik már megvalósult, illetve terve is vannak még olyan kerékpáros barátfejlesztések, amelyek akár településekhez kötődnek, akár településeket összekötve próbálják, illetve igyekeznek megoldani azt a problémát, amely akár hivatásforgalmi kerékpárosokról, akár pedig turisztikai célú kerékpárosokról, hogyha beszélünk, mindenképpen szükséges. Illetve hát vannak azok a vízügyi fejlesztésekkel összekötő turisztikai fejlesztések, amelyek például a gáton megvalósultak, vagy megvalósulnak majd a későbbiekben. Ugye például a Szatmár-Beregi térségben most már kerékpározható az árvízi tározó. Tehát ezek mind-mind olyan hiátus pótolnak és hozzájárulnak akár a hivatásforgalmi, akár a turisztikai kerékpáros fejlesztésekhez, amelyekre nagy szükség van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Vannak még természetesen fehér foltok, de azon vagyunk, hogy ezt orvosoljuk. Az országos döntő elméleti és gyakorlati feladatokkal folytatódik a következő napokban.